Meg egyébként én az a generáció vagyok, aki nem nagyon látta a pályát például elejét. Én nekem ugye az első emlékeim már egy idősebb labdarúgóként mm -hmm. vagy meg, és úgy is képzeld el, hogy én annyira más generáció vagyok, hogy én még fifa játszottam vele gyerekként. Ja. Hány a születési vagy? Én kettőzres. Mint ja, a Dominik, olyan idős vagyok, egy, ja. hónappal vagyok idősebb, mint te. Ja, mert én 77-es vagyok. Ja, azért van különbség. Igen. Igen. Ez itt a Térfélcsere Podcast Szabó Bencevel. Sziasztok, köszöntök ezúttal is mindenkit. Válogatott meccs, meccsek voltak most az elmúlt héten, elmúlt két hétben. Ugye Magyarország Koszovóval, illetve Törökországgal játszott, és ezt a két mérkőzést fogjuk kibeszélni egy vendégemmel, aki hatszor szerepelt korábban a magyar válogatottban, illetve magyar bajnok, magyar gólkirály és labdarúgó edző. Voltnál Robert, köszönöm, hogy itt vagy. Szia, én is köszöntök szeretettel mindenkit. Még mielőtt belekezdenénk, arra kérek mindenkit, aki itt YouTube-on nézi, hogy iratkozzon fel a csatornára, és lájkolja a videót, ez nekem egy jó visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy milyen adások készüljenek. Természetesen a YouTube mellett a Sportrádióban és az nsohu n is lehet hallgatni az adásokat. Nos, Robi, ugye 2023. februárja óta most nincsen csapatod. Kezdjük ezzel elsőként, hogy mi újság veled? Én köszönöm, jó vagyok. Az hiányzik az edzősködés, mert remélem, hogy megtalál majd hamarosan egy munka, de az gondolom, hogy vagyis azt érzem, hogy jót is tett ez a, ez a pihenő, mert feltöltöttem, és igaz, utólag jöttem rá, azért ez a 7-8 év így egyhuzamba, azért megviselt, bár amikor benne voltam, akkor nem éreztem. És azt gondolom, hogy persze minden rosszban van valami jó, hogy ez a pihenő, ez jókor jött, és remélem most már nem tart. Sokáig, mert, mert dolgozni szeretnék, és hiányzik is ö, ö, nagyon. De most megteltek például olyan dolgokat, amikor volt munkám, nem. Úgyhogy ö, jól el vagyok, próbálom hasznos dolgokkal ö, elütni ezt az időt. Azért egy ilyen elismert 1-es edző voltál itt, ugye a Kaposvárral is, voltál 1 be voltál az Alergerszeggel is, és a Paksal is. Nem kerestek? Vagy ki kerestek mostanában? Konkrét ajánlatom nem volt, még április környékén volt egy, egy komoly megkeresés, de azt akkor nem éreztem magam késznek, és nem akartam se magamat, se azt az adott klubot becsapni, és azt visszautasítottam, és utána ilyen, inkább úgy mondanám, hogy lehetőségek voltak, hogyha az adott csapat mondjuk kikapott volna, de nyertek, és valamiért a, a sors vagy, vagy Isten így akarta, hogy hogy akkor ne jöjjön össze. Térjünk rá a válogatottra, de úgy kicsit a te szemszögetből, mert néztem, hogy azért neked négy olyan válogatott, aki így nagyjából aktív válogatott van a keretben, aki volt korábban a játékos Ez két Zalaegerszegét jelent, Mocsi Attilát és Demir Patrikot, illetve uh, Ádám Martin volt még a te labdarúgód, illetve Varga Barnabás. Milyen érzésekkel tekintesz rájuk, amikor a válogatott meccset nézed? Hát én, én különösen odafigyelek rájuk, mindegyik játékosa jó kapcsolaton volt, és Martinna például ha nem is minden hónapban, de azért tartjuk így a, a kapcsolatot, szoktunk egymásnak üzenni. A Mocsi az nálam mutatkozott be az mb 1 be és nagyon kellemes meglepetés volt számomra, mert én őt annyira nem ismertem, és minden emberileg is egy nagyszerű ember, és a játéka is nagyon hamar meggyőzött, hogy akkor a Kálnok és a Szelefon játszottak játszott a kezdőbe, de hamar meggyőzött az edzéseken, hogy bármikor, ha be kell rakni, nem fogok tartani tőlem, mert megállja a helyét, és így is lett, amikor megkapta a lehetőséget. A Barnival nem olyan régen még együtt dolgoztam, én valamelyik meccs után nyilatkoztam is, hogy, hogy szerintem válogatott formában játszik, és megérdemelni a meghívót. Most eh, akkor, amikor ezt nyilatkoztam, akkor ez váratott magára talán. Hát egy fél évet. Fél évet, Én. igen, igen. igen. Azt gondolom, hogy előbb is lehetett volna, de hát a szövetségi kapitánynak a ez, hogy mikor hát hívja. Végül is be. persze ő is észrevette. Persze, szerintem ez csak időkérdése volt, mert egy nagyszerű játékosról van szó. Az Ádám, Martin az, az különösen közel áll a, a, a szívemhez, szóval ő neki nagyon szurkolok, ő, őt én vittem kaposvárra, és azért ő elég mélyen volt akkor. A Martin pedig egy remek játékos, és egy tényleg egy, egy szuper ember, csak a legjobbakat tudom róla mondani. De akkor a Vasasba, az akkori edző, nem is tudom, talán most vagy a szanyó, vagy a vagy nem tudom, hogy melyik volt. Jó hát ő... volt szerintem, amikor a nb be ben játszott. Hát utána NB2 volt a Vasas. Volt nem, a NB2-ben Martin csere volt, mert akkor úgy hiszem a Birtalan meg a Balajti játszott kezdőbe. Aztán elengedték, aminek én nagyon örültem, szóval tártkalokkal fogadtuk ott Kaposváron, és segített is nagyon-nagyon sokat, és örülök, hogy megismerhettem egy ilyen szuper játékost, egy jó embert. Én annak idején, amikor Följutottunk a kaposvárra az MP1-be, én a csapat előtt mondtam, hogy a Martin simán lehet egyszer magyar gólkirály, és akár válogatott is, mert láttam ezt benne a képességeibe. És akkor láttam az öltözön, hogy a úgy átnézel, beállsz középre, és így a periférikus látásodra is látod a reakciókat, hogy sokan ezt megmosolyogták akkor, hogy nem hittek benne, hogy a Martin lehet mondjuk válogatott, vagy, vagy akár gólkirály. És így lett, úgyhogy ennek nagyon örülök, és mondtam is nekik, hogy emlékszel, amikor mondtam az öltözőbe, igen, emlékszem. ott szóval, van a Demén Patrik, egy remek kapus, jó volt vele együtt dolgozni Zalaegerszegen, örülök, hogy ő is kerettag, és én ezt mondtam is neki, amikor beszélgettem vele, pont akkor az edzésen a munkáról volt szó, hogy is mondtam neki, hogy dolgozom még keményebben, hogy jól dolgozik, jó is véd a meccseken, de hogy próbáljon még keményebben edzeni, mert bekerülhet a válogatottba, és akár külföldi szerződést is érhet, és örülök neki, hogy eljött neki ez a, ez a siker, hogy a, a benn van a válogatott keretbe. Ugye te is csatár voltál, és az említett két játékos is, Ádám Martin és Varga Barnabás is csatár. Milyen csatárok újük, hogyha egy az egybe így lebontjuk őket? Hát mind a kettő nagyon-nagyon jó csatár, de más a stílusuk. Van, amelyikben mindegyik jó, például a feljáték a mind a kettőnek kiváló, bár másképpen, mert a Bardinak nagyon jó a súlypont emelkedése, Ugyanakkor meg a Martin nagyon jó használja a testét, nagyon erős, tehát ő, hogyha kirakja a kezeit, akkor nem nagyon lehet ellökni, és ami oda jön a környékére, ő, ő azt befejeli, Hozzád tehát... melyik hasonlít jobban? Én a Barnit feltételezem. Igen, igen, a, a, a Barni, tehát a Martin inkább ilyen erőcsatár, de nagyon intelligens. Szóval a Martin nagyon jól csinálja azt, hogy mind a kettő jól megtartja a labdát, bár, bár a labda megtartásban is különbözőek. A, a Martin az nagyon jó, kirakja a kezeit, és előre nyújtja a lábát, rálép a labdára, és itt nagyon jó fordul, ha a pályának a jobb oldalán van, és háttal van a kapunak, akkor nagyon jó fordul a jobb keze felé, és ha jönnek mélységből bal oldalon, akkor kitűnően tudja megjátszani ezeket a labdákat, észre is veszi azokat a játékosokat, akik esetleg beindulnak a védelem mögé, és ez be tudja játszani, mert finom lába van. Ezt nagyon-nagyon jó csinálja. A Barn inkább így elmozog, de ő is megtartja a labdát, de nem állóhelyben, hanem ő inkább azért így mozgásban van, mozgékonyabb, mint a, a, a Martin. A Martin az nem szokott így egy egyezni. A Barnibal az érezben van, ő jobban beindul az üres területekbe. Mindenkinek van erénye. Én arra lennék egyszer kíváncsi, hogy remélem lesz rá lehetőség, hogy egyszer a Rossi kipróbálja őket együtt, mert ez is lehet akár egy taktikai húzás bizonyos esetekben, ha nem is kezdőként, de ha ne adja Isten, a, mondjuk a, a válogatott egyszer vesztésre áll, és van hátra vagy negyed óra, akár egy ilyen taktikai húzással meg is lehetne fordítani a mérkőzést, mert ilyenkor a csapatok mit csinálnak, beállnak védekezni valószínű, és ilyenkor mit lehet csinálni pontrugásokból, beadásokból, így könnyebb veszélyeztetni, mint megbontani egy, egy zárt védekezést, és azért mind a kettő nagyon-nagyon jó fejel, tehát kitűnően fejelnek. És ezt mondhatom a nemzetközi szinten, szóval nem csak ugye a, a, a magyar bajnokságba. És akkor ott vannak a pontrugóink, most a, a, Dominiknak egy kimagasló a rugó technikája, ő a pontrugóásokat oda tudja rugni, ahova akarja, és akkor nem beszélve, a Willi Orbáról is, tehát, hogyha a három játékos oda beérkezik, hát valamelyik belefut a labdába, akkor ez eredményes tud lenni, de jó, ez csak az én véleményem. Én szívesen megnézném, hogy játszik a, a Barni és a Martin egymás mellett, remélem erre majd ö, sor kerül. Majd az ebédöntőben. Bár Isten szólna belőled, ö, azt gondolom, hogy Azért a magyar válogatott most magasra tette a, a, azt a lécet, azt a bizonyos lécet. Örülök is, hogy hogy így szerepelnek, bár én azért elfogult vagyok velük szembe. Remélem, hogy ez a sikerszérje sokáig még kitart, de én azért nem gondolom azt, hogy, hogy az EB-n mondjuk elvár, tehát ugye elvárás lenne az, hogy jussunk tovább a, a csoportból. Én nagyon Pedig örülnék neki. A Csányi Sándor, ő ezt kimondta, hogy a csoportból való továbbítás, az most már elvárás. Hát én nagyon örülnék neki, hozzáteszem, de mikor ez így ki van mondva, akkor ha valami oknál fogva nem sikerül. És lehet, hogy jó játszik a válogatott, mert tényleg jó játszik, vagy ha nem is játszik magához képest jól nekem, és látszott most ezen a két mérkőzésen is, hogy akkor is látszott a fegyelem, hogy a játékosok hogy tudnak egymásért küzdeni, hogy ezek a játékosok jók ki lettek választva a válogatottba, nagy munkabírásúak, jó mentalitásúak, van bennük sebesség, tehát tényleg nagyon jók ki vannak választva, és van variálási lehetőség is a szövetségkapitánynak. De így a közvélemény, tehát hogyha így ez már elvárás is nem sikerül, sajnos azért volt rá példa a múltban, hogy, hogy Magyarországon akkor így hajlamosak vagyunk, bár nem mindenki, de a, a többsége hajlamos arra, hogy ilyenkor elkezdi a, a válogatott a szídni, ami szerintem nem lenne egy jó dolog, és nem is érdemelnék meg, mert, mert nagyszerűen teljesítenek, de azért az eb ez, tehát nem kis csapatok ellen fogunk játszani, ott nagyon jó csapatok lesznek, és előfordult már nálunk jóval magasabb a jegyzett válogatottakkal is, hogy Akár világbajnokok voltak, és a következő évben még a csoportból se jutottak tovább. Például a franciák, Persze. pedig tele volt sztárjátékossal. Remélem, hogy mi tovább jutunk, aztán próbáljunk így pozitívan tekinteni a jövőbe, de azt nem szeretném, hogy így válogatottat is szidják a. Azért hát a szerintem megvannak kreditje ennek a csapatnak abban a szempontból, hogy ha még becsúszna egy-két vereség, nem gondolom azt, hogy ezek után, a siker széria után, amit a csapat produkált, ez a 14 mérkőzés, hogy egyből átsúszna abba, ez szerintem egy folyamat lenne, de szerintem ne is beszéljünk feltétlenül erről, uh -huh. mert ennek most így a realitását annyira nem látjuk vagy érezzük. No, szerintem. Nagyon remélem, hogy ez a siker minél tovább kitart, bár én játékosként és a edzőként, is voltam olyanban, hogy ez pillanatok alatt megfordulhat. Tehát, hogy amikor fönn vagy, és akkor utána sajnos meg kell kóstolnod, hogy, hogy milyen, amikor nem vagy fönn, bár nagyon sokat lehet belőle tanulni, sőt, abban az időszakban tanulhatsz a legtöbbet, tehát pont én megszoktam nézni ilyen interjúkat, amikor világbajnok játékosok, és nem csak fociban, hanem például teniszben is nyilatkoznak, hogy, hogy, ha fönn voltál a csúcson, az, hogy megint fölérje a csúcson, mert nem fogsz mindig ott maradni, tehát olyan nincs, az, hogy megint felérj, az le kell menned, hogy megint erőre kapjál, hogy motivációd legyen, stb. stb. Úgyhogy remélem, hogy, hogy mi, olyan nem lesz, mint régen, hogy visszacsúsznánk mondjuk a világranglista 60. helyére, hanem ha lesz is mondjuk egy, egy gödör, az kisebb gödör lesz, és egyből kijövünk belőle, és próbáljuk tartani ezt a, ezt a mostani szintet, mert én nagyon élvezem, és szerintem nem mindenki. csak én, hanem ja. mindenki élvezi ezt, hogy most a, a magyar labdarúgás föl, följövő ágba van, most már lehet azt mondani, hogy évek óta és bízunk benne, hogy ez megmarad egy ilyen szerethető válogatottnak. Nem véletlenül van teltházas meccsek a, a Népstadionba, Puskásba, úgyhogy bízom benne, hogy ez, ez kitart. Beszéljünk akkor ezekről a meccsekről, amiket a válogatott játszott felkészülés jelent az EB-re. Ugye Magyarország-Törökország, ez egy 1 0 mérkőzés volt itt, Hát én azt mondtam, mert tudósítottam a meccsről a sportrádióban, hogy kicsit olyan szedon meccsnek mondanám, ami persze vicces, hiszen már benne vagyunk a szezonban főleg, de ugye a, a mozgásokon, a válogatott játékosok mozgásán én azt éreztem, hogy még azért ez nem a csúcsforma, és nem is baj, hogy nem a csúcsforma. Hát ez lehetne vitatkozni egyébként, mert tényleg nem úgy játszott a válogatott, ahogy bizonyos meccseken szokott, de azt, hogy miért játszott így, azért mert szele szezon elejé forma, mondjuk, nem biztos. Lehet, hogy ennyit engedett neki az ellenfél, és ez egy nagyon jó ellenfél volt, tehát hogy e Akár ez fordítva is lehetett volna ez, a, ez az eredmény, mert egy jó csapat volt. Igen, egy szerencsés gól volt, hogy rápattant a srácnak a kezére. Hála Isten, hogy a szerencse is most mellettünk van, mert, mert kell a focihoz. Régebben nem hittem benne annyira, hogy kell, inkább a munkába hittem, most is a munkába hiszem, hiszek, ezt hozzáteszem, de igenis kell, és nagyon befolyásolja akár egy csapatnak, vagy egy játékosnak a karrierjét, a szerencse, mert például nekünk befújták, aztán volt a másik oldalon egy hasonló szituáció, amit nem fújtak be, és, és ez lehetett volna másképpen is, és akkor mi mondjuk most búslakodunk, és ö, nem arról beszélünk most már, hogy hány meccse vagyunk veretlenek. Hála Isten, ez ez most minket segített, és én szerintem ez nem véletlen. Tehát én, én hiszek abba, hogy, hogy ez a csapat ez keményen megdolgozott azért, ö, hogy ez, ahol most, most tart, és hiszek abban, hogy aki keményen dolgozik, az mellé a szerencse is mellé áll. És ezen a két meccsen is lehetett látni, hogy mellettünk volt, akár annál a 11-es szituációnál, akár az ellenfélni, amikor kaphatott volna a 11-est, és nem kapta meg. Azért volt a török válogatottnak több helyzete, nagy helyzete. Örülök, hogy a Gulácsi az igen, védett. parádésan védett. Nagyon örülök neki, hogy, hogy, itt ért vissza egy ilyen hosszú sérülésből. Nagyon maga biztos volt, nagyon jó nézett ki a kapuba, úgyhogy ennek nagyon örülök. pedig nem volt ezeket a helyzeteket azért könnyű gól, tehát hogy, hogy megusszuk gól nélkül. Többször is volt olyan, hogy önfeláldozóan belevetődtünk a, a, a labdába, úgyhogy vagy akár a második mérkőzésen az, amikor Dominik előtt a labdát megpattant a védőn és az első gólt megszereztük, hogy az is egy kicsi szerencse volt, hogy pont úgy pattant meg. Amikor van egy csapatnak, hogy bal és kidolgoz ilyen helyzeteket, akkor valamikor az ilyen lövést leblokkolja a védő, és kifele pattan. És mi nagyon örülök neki, hogy most mi egy olyan szériában vagyunk, hogy ezek a befele pattannak, és nagyon bízom benne, hogy ez az EB-n is ki fog tartani az EB-ig, vagy akár még utána, és jó lenne, hogyha a magyar válogatott, hogy egy ilyen igazán meglepetést tudna elérni, hogy kifognánk egy, olyan olyat egy ilyen világversenyen, hogy akár tovább jutni a csoportból, és mind a nemzetek ligájába oké, hogy az tehát oké, okay, tétmérkőzés, de azért mégis más, mint egy Európa-bajnokság, vagy világbajnokság, hogy ahogy megvertük a németeket, vagy az angolokat, szóval tudnánk ilyen csapatok ellen most egy Európa-bajnokságon jól szerepen én ebben nagyon bízok, de ha nem is sikerül, én akkor is ugyanolyan nagy szurkolója maradok a válogatottnak, mert nekem nagyon-nagyon szimpatikus, amit csinálnak, ő. nem csak játék szempontjából, hogy ez a küzdeni akarás, nekem sokat számít a, a mentális oldala a futballnak, és, és ez a csapat jól néz ki mentálisan, és jó is vannak kiválogatva ezek. Beszéljünk a játékosokról. Ugye a védelem Morbán kiválása miatt picit, picit átalakításra szorult, Lang is kapott szerepet középen, Dárdai Márton is kapott szerepet középen, róluk is beszéltünk, hogy a Lang a saját csapatában kevésbé játszik, inkább a padon van, Dárdai Márton pedig egy új emberként robban, robbant be a védelembe. Hogyan látod -e a védekezést? Azért a Willi Orbán ennek a válogatottnak. Nyilván kezdőhajít van. Ez, tehát ez nem fő óriási oszlopa, tehát az, hogy ez a válogatott így szerepel, Ennyire sikeres, az a vastagon benne van-e a, a védekezés szempontjából. De hát nálam a védekezésből indul ki minden. Tehát és megvan a stabil védekezés, szerintem nagyon fontos az is, bár amikor a nagy nagyszerű formában van most már évek óta nagyon jó nézett, ki, és tényleg. Többször felvetik már azt, hogy ki lesz a kezdőkapus, mind a kettő megérdemli, mert mind a kettő nagyon jó formában van most. Hogy dönteni akkor? Én, hogy hogy dö nem, nekem megvannak, hogy hogy, hogy döntenék, de hát nyilván nem én fogok dönteni, tehát nekem erről nem kell beszélnem hanem a szövetségi kapitány fog dönteni, és lehet, hogy nem fogja majd elmondani, hogy miért döntött valaki. Mert hát vannak érvek, ellenérvek, hogy most nagyon jó védett a, a Dibuszti ezek, ezeken a meccseken, hosszú sérülése volt a, a, a Gulácsinak, de ő azért most visszajött, előtte ő volt a kezdők, kapus most jó formában ő azért a Bundesligába védett, vagy ez ezelőtt a Bajnokok Ligájába, a Real Madrid ellen, tehát ugyanakkor meg a, a, a Dibusz az nagyon hát meghatározó játékos a a Ferencvárosnak évek óta látszik, hogy nagyon-nagyon jó teljesítmény, úgy segíti a Fradit, a nemzetközi porondon is jó védett, hozzásegítette a Fradit a, a sikerekhez. Aztán, hogy most hogy dönt a szövetség kapitány? Szerintem, szerintem rosszul nem tud dönteni. Mert Igen. mind a kettő nagyon jó. Én szerintem olyanokat fog figyelembe venni, hogy a védelemmel, vagy például, hogy, hogy melyik illeszkedik, vagy, vagy melyike működik jobban a kémia, melyik játékosa. Most például azért az elény a gulácsnak, hogy egy csapatban játszik a Vili no, Orbánnak. Tehát, hogy ilyen kis apró ö, dolgok is lehet, hogy ilyenek fognak ö, dönteni, aztán lehet, hogy nem. Szóval nem látok bele Rossi fejébe, ö, csak így edzőként próbálok gondolkozni. Nyilván azt a döntést fogja meghozni, ami a csapat számára ö, a legjobb a saját belátása szerint. Érdemes abból kiindulni, amiről ő mindig beszél, hogy ez egy ilyen... A VB kezdetéig ez egy kellemes teher, hogy gyakorlatilag két jó kapus közül kell válaszolni, de ott ugye te is mondtad, hogy ebben a helyzetben nincs rossz választás. Én beszélgettem most, most nem nevezem meg, hogy kivel, de egy... Hasonló válogatott kapussal egykori válogatott kapussal, aki már azóta visszavonult. Ő azt mondta, hogy szerinte, szerinte gulácsi lesz a, a választás, de hogy, de hogy ő se tudna dönteni. Valamikor vannak olyan ö, szituációk, hogy tényleg annyira egyforma a két játékos és ö, szerintem nem érzelem lehet, hogy az van, hogy kibe bízol jobban. De hát mind a kettő hozta az eredményt. Tehát, hogy ilyenkor szerintem az edző a csapatot nézi, hogy, hogy ki, ki, kivel tud jobban együttműködni. Nyilván nem könnyű, mert biztos, hogy legalábbis én úgy vagyok az ilyen helyzetekben, amikor dönteni kell, és én azért szerettem a játékosaimat, tehát hogy énben nem sok érzelem van. És általában, amikor az egyik mellett döntök, én azért a másikat sajnálni szoktam, hogy tudom, hogy milyen érzés az, amikor nem ő a kezdő, és stb. Persz, akkor úgy oda mész hozzá, különbeszélsz vele? Igen, szoktam de nem úgy, hogy most azért mert, hanem próbálok foglalkozni vele, mert tudom, hogy lelkileg milyen. Aztán milyen egy játékosnak a karaktere, tehát lehet, hogy valaki ezt ismerned kell a játékost, hogy ilyenkor jobb, ha nem beszélsz vele, az a jobb. Valakinek az a jobb hogyha beszélsz vele. De ezt neked edzőként ismerned kell a játékosodat, és ha ismered, akkor tudod, hogy neki mi a jó. De az biztos, hogy, hogy én bennem mindig bennem van az, hogy, hogy segíteni, és nem csak a kezdőjátékosnak, hanem az adott pillanatban, aki mondjuk pados, mert lehet, hogy majd ő lesz a kezdő, hogyha ő lesz jobb formában, vagy valamikor tényleg két játékos mind a kettő szuperformában van, de döntenet kell. És akkor valami miatt döntesz, és tényleg valamikor azon van, hogy ilyen kis hajszálon mullik apróságokon, hogy vagy a csapatodon belül, hogy jobban, működ, jobban együtt tud működni két játékos, vagy az ellenfélre annak a játékosnak a, a játék jobban fog passzolni a csapatnak ahhoz, hogy megnyerje a mérkőzést, de hát szerintem minden edző a saját csapata érdekében hozza meg ezeket a döntéseket, hogy minél jobb legyen, és nyilván hát a saját maga érdekében, mert ő is si sikeres akar lenni, és azt a csapaton, tudja, csapaton keresztül tudja ezt elérni. Dárdai Marci milyen volt? Nekem tetszett. Már az első mérkőzésen, amikor becserélték, akkor igaz, hogy nem ért sokszor labdába, vagy nem volt úgy, úgy sok dolga, de, de már maga nekem azt tetszett, hogy a, ez a megjelenése, vagy ez a kisugárzása. Igen, hogy ez a... nekem is nagyon pozitív. Volt. igen. Tehát az első labda érintése, én maga biztosságot láttam. Ö, azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a játékos, ez, ez nem egy, egy, olyan fiatal játékos, akit most hoztak fel az ifiből, és akkor volt neki tíz jó meccs, és beívták a válogatottba. Igen, egyébként Te... nagyon érdekes, mert az édesapja, a Dárdai Pál nyilatkozta pont, hogy akarták már korábban is hívni, de azt mondta, hogy várjanak, amíg lesz 60 profi Felnőtt meccső, legalább. Én szerintem ez a srác megállta volna már akkor is a helyét. Nyilván a, a Pali azért ott van apja érzelmi, tehát nem akart, hogy mondjuk a fia megégjen, de szerintem nem éget volna meg. Jó, soha nem tudjuk rá meg a választ. A lényeg az, hogy most megkapta a lehetőséget, de azért azt hozzá kell tenni, ez az játékos játszott a Bundesliga-ba. Most a Bundesliga kettőben játszik, ami ugyancsak egy erős bajnokság tehát azért pár kilométer már benne van a lábával de nem úgy volt, hogy akkor most beküldöm, és akkor hopp, beledobom a mély vízbe a srácot. De amit láttam tőle, engem meggyőzött. Ilyenkor az lett fontos inkább, hogy mikor bemész egy ilyen új közegbe, hogy azért meg kell ismerni a másikat, hogy ő hogy kéri a labdát, ő neki milyen a mozgása, hogy megismerni a másiknak a stílusát, meg a személyiségét, és ahogy ő is be beilleszkedik ebbe akár játékba, vagy akár a közösségbe, akkor sokkal komfortosabban fogja magát majd érezni a pályán, és ki tudja magából hozni a, a maximumot, de én nem láttam rajta azt, hogy meg lett volna illetődve, vagy idegenem mozgott volna. Egy olyan szituáció volt a török meccsen, amikor a langgal ott szerintem nem volt meg a kommunikáció, de aztán lehet, hogy meg volt, csak pont jól lépett ki a srác, amikor a kapusa szembe volt a, a, a támadó, de inkább a, én szerintem ott a lang nem figyelt, mint a dárdai. Engem meggyőzött, tehát én, én örülök is neki, hogy kapott meghívót, és jó lenne minél több olyan játékos tudna olyan teljesítményt nyújtani a védelembe, mint a, az Orbán, mert azért ő a, a játékával azért kiemelkedik a saját posztján ebbe a válogatottból. nem véletlenül kezdő a Bundesligában, meg a bajnokok ligájában is. Tehát tényleg egy meghatározó játékos a, a Lipcsének, szóval örülök, hogy van egy ilyen játékosunk. Hallgattam a Rosszi mesternek a Koszovó meccs utáni sajtótájékoztatóját, ahol elmondta, hogy régen volt már ennyire ideges a fél időben, de most ő, kicsit megemelte a hangját. Szerinted mi nem működött az első fél időben? Most nagyon sok új, tehát egy kicserélt... Igen, szem... végül is ilyen majdnem békkerett, hát, ha hát... lehet ezt mondani egy válogatottra, de... Igen. Igen, azért ez mindegyik jó játékos, de azért... Minden válogatottnak van az egy alapcsapata. Igen, tudjuk, hogy ki a kezdő, hogyha egészséges, akkor Igen. elején tudjuk, hogy a varga kezd, a szobosztai is tehát... Igen, de, de azért egy-két játékos ha változik, akkor nem lesz olyan, hogy annyira meg fog változni egy válogatottnak a, a, a játéka. De... Itt most nem egy-kettőről volt szó, hanem hét. Talán. És, és akkor azért ott is az összeszokottság. Most oké, hogy ismerik egymást, de az alapcsapatba bemenni, vagy hét játékos, azért ez más. És ezt megérezték a játékosok, hogy nem feltétlenül a, a játékosnak a hibája, vagy akár a szövetségkapirányok hibája. Ez most így jött ki, és akkor ebbe benne van az is, hogy hogy parádéznak, mert bizonyítani akarnak, hogy ők is kezdők akarnak lenni, meg benne van az, hogy az összeszokottság hiánya, hogy e ezt nem nagyon szoktunk így fölállni, hogy akadozott a gépezet, és legfőképpen az Ádám Martint sajnáltam center pozícióba, mert amikor ilyenek szoktak lenni, vagy akár egy csapat, amikor nem játszik jó, azt leginkább a, a csatár szokta... Nem sok labdát kapott. Így van. És akkor ilyenkor nehéz jó játszani csatárként, hát eleve nem kapsz labdát, akkor játszál jól, hát nem tudsz jól játszani, meg eleve, hogyha egy csapatnak nem megy, akkor nagyon nehéz úgy játszani egy csatárként, hogy neked meg szuperúl megy, tehát hogy te meg viszed a csapatot a hátán, szóval... Ez így sikerült, de vannak ilyenek a fociba, tehát, hogy de egy ilyen meccset is megtűnt. a lényeg az, hogy győzni tudtunk egy olyan meccsen is, amikor az első félben nem játszottunk jól, de megnyertük a meccset. Most az első mérkőzésen azért jó csapat volt, tehát azt látta mindenki, és, és szerencsénk is volt, de győztünk. Tehát, hogy, hogy mellettünk van a szerencse is, és, és olyankor is tudunk most már győzni, amikor nem megy annyira a, a, a játék. Szóval ezek azért szerintem nagy dolgok. Te hogy érzed egyébként, mi változott a második időre vonatkozóan? Nyilván a játékon láttuk, hogy nagyon megváltozott. Ellenben volt három csere is. Úgyhogy szerinted inkább a, a félidei utasításoknak vagy a cseréknek volt köszönhető a hogy Szerintem mind a kettő. A Tehát, én nem tudom, hogy a a rosszit csak úgy ismerem, hogy hallásból, meg amiket nyilatkozik, meg stb. Nem tudom, hányszor emeli fel például ő a hangját, de így elnézve, én szerintem nem sokszor. És azért, hogyha, meg amúgy is, hogyha egy edző fölemeli a hangját, azért az a játékos, aki is mondjuk egy kiveszi a komfortzónájából, vagy, vagy lehet, hogy ez kellett akkor, ezt érezte e, a rossz, hogy ezt kell csinálnia, vagy tényleg csak ez jött ki, mert ez lehet tudatos is, hogy ő tudatosan most fölemeli a hangját, hogy eltervezi, hogy most egy kicsit oda odavágok nekik, és fölemelem a hangomat, hogy figyeljenek, vagy lehet, hogy ez, ez csak így jött magából, és ösztönszerűen így mondta. Az biztos, hogy, hogy ez is segített szerintem, meg az is, hogy az egy, cserék, tehát egy csapat, az nem egy kezdő 11-ből áll azért van egy keret, hogyha valakinek nem megy a játék, akkor jön a másik, és akkor segít. Na no most persze, akik cserék nehezen viseli valamelyik játékos, de hogyha van egy nagyon jó közösség, már pedig mindenki arról beszél, hogy ez a közösség jó, akkor el kell fogadnia azt az adott szerepet, hogy ő most kispados, és ha megkapja a lehetőséget, akkor segít a, a válogatottnak, és én, én szerintem ez most jól működik, tehát én, én nem látom azt, hogy valaki durcáskodna, valószínű, hogyha így lenne, akkor rossz hogy azt a játékost nem hívná be, úgyhogy ez most nagyon jó egybál, és eredményekben is meglátszik ez az egész. Örültem annak, hogy a nagy Zsolt visszatért például, hogy gólt is szerzett, szerintem egy nagyon jó kis játék. És az milyen támadás volt egyébként. Igen. Tehát a lang milyen paszt adott. Tehát az, Igen, mondjuk mind... a stadionban már mindenki kiabált, kiabált már -e. Biztos, hogy lőd már el. Biztos, és védőként azért egy, egy ilyen húzást meghúzott, szép volt tényleg le a kalappa, Vagy például nekem nagyon tetszett már az első meccsen is, hogy beállt, hogy, hogy milyen agilis volt, elszánt, hogy mennyire bizonyítani akartak a Szóval nekem az is tetszett, a Barni is nagyon jó szállt be. A Dominik például rúgta a 11-es, tehát ott látszott a srácon, hogy nagyon nagy magabiztossága van, önbizalma van. az a 11-es, ahogy, ahogy, előtte, mert tudjuk, hogy jó a lövő technikája, hogy kiváló, de az, hogy, hogy így előtt, azon látszott a magabiztosság is. Régebben edzésen szokta rugdosni, mikor pályaedzőn volt a Csucsánszki Zoli a 11-eseket, és ő, úgy szokta rugni, hogy beszokta mondani a kapusnak, hogy figyelj oda rugom, és próbáld megfogni. És soha nem tudta megfogni a kapus, mert a megfelelő erővel rugja valaki a 11-est, és oda a kapufa tövébe, akkor hiába tudja, a kapus nem érje el, és a Dominik így rugtat, át, hogy, hogy egyébként... Bemondhatta volna. De is volna. Szerintem ő most olyan állapotban van, olyan önbizalma van neki, meg olyan lövőtechnikája van, hogy ő nyugodtan bemondhatná előre, hogy figyelj, jobbra rugom. Fog meg, nem fognál meg. Szerintem most ilyen állapotban van ez a srác. <laughs> Örülök neki, hogy így megy neki. Nekem az volt az érzésem, hogy a török meccsen Gulácsi volt a meccsembere, a koszovai meccsen pedig a Szoboszlai Dominik, nem tudom te, hogy érzel ezzel kapcsolatban. Hát a Gulácsi az, az egyértelmű, hogy nagyon-nagyon jó védett, szóval nagyon örülök, hogy én tudom milyen az, hogy sérülésből visszajönni. Többször is operáltak, nem egy egyszerű feladat, akár a saját klubcsapatodba, és még a kóta válogatott, szóval nem egyszerű. Ráadásul tudjuk azt, hogy hogy miket nyilatkoztak ott klubon belül is a Igen. Igen, szóval talán emlékszem egy ilyen nyilatkozatra is, amikor azt mondták, hogy nem te leszel a kezdőkapus, hogy így ki is jelentették, és Igen. hogy csapat, másik csapat, szóval eleve lelkileg megterhelő az, hogy visszagyere, földolgozni az egészet, hogy kikerülti a csapatból, stb., és ez nagyon nagy munka volt ebbe, hogy, és, és nem csak a, a, fizikai részére, hanem lelkileg is, hogy ezt földolgozni az egészet, és onnét visszajönni, és visszaszerezni a pozícióba, a válogatódba megkapod a lehetőséget, és ilyen teljesítményt nyújt. Na, ezért jó játékos, ezért véd éveken keresztül, magas szinten a Salzburgban, meg a Lipcsében, és akkor előtte még mondhatom az angol dolgot, hogy ez egy jó kapus, és megérdemli az ilyen sikereket, mert ezeket végigélte, és kiharcolta magának azt, hogy hogy most igazából fürdőzhet ebbe a, a sikerbe. Úgyhogy tényleg jó volt. A Dominik, meg hát most ez a srác, ez, ez egy kivételes. Tehát én nem is tudom, hogyha kéne számot mondani, hogy itt Magyarországon nem tudom hányból lesz egy ilyen, aki. Megállja a helyét Liverpoolba, fiatalon bekerül a válogatottba, fiatalon ö, csapatkapitánya egy válogatottnak, és ezt a terhet is bírja, mert valakit ez összeroppant. Tehát ö, valaki idegenül érezné magát abba a szerepkörbe, hogy azt mondják, fiel legyél a, a csapatkapitány, hogy teleszre téged választunk, és egyszer nem lenne rá alkalmas, mert összenyomná a teher, hogy Idegen neki. Na ez a srác, ez meg én azt látom, hogy ezt élvezi Télünk, ezt. Igen. Igen. Tehát, hogy minél nagyobb terhet vagy nyomást kap ez a játékos, ő szerintem ezt élvezi, hogy csak azért is megcsinálom, csak azért is megmutatom, Ö, valószínű azért is ért el ilyen fiatalon, hogy most a Liverpoolba játszik, és hát emlékezzünk vissza, hogy amikor kiment a Liverpoolba. Hányan, de hányan mondták, hogy úgy sem fog játszani. Úgy se fog játszik. és akkor én már mondtam előre, hogy is, mert én tőlem is kérdezték, hogy szerinted, mondom, figyelj, hát meglátjuk. Én szerintem meg fogja állni a helyét. Én azt mondtam, de hát mondom, ne temessük előre, amikor még a pályára sem lépett egy percre, meg hogy ez szerintem sajnos ilyen magyaros, hogy akkor valaki kap egy nagy lehetőséget, hogy... És akkor egyből mindig vannak olyanok, hogy akik azt mondják, hogy úgy se fog neki sikerülni. Emlékszem, hogy amikor én léptem a, a szinteket, akár amikor a falusi csapatból elvitt a Rákóczi, hogy úgyse fog játszani, vagy a Rákócziból elmentem a videótomba, úgy, vagy a, utána volt, hogy külföldre kerültem, hogy, hogy nem fog játszani, vagy most edzőként. Tehát elkezdtem ilyen ifi szinten, és bajnokok lettünk, aztán kineveztek a felnőtt csapat edzőjének, és mondták, hogy hát azért azok már nem gyerekek. Most megnyertük a bajnokságot, lett a MB2, hát az MB2 azért az más kávéház, mert ott már profik, meg stb., meg esélytelenek is voltunk, mondták, hogy örüljünk, hogyha bent tudunk maradni ezzel a kerette, aztán följutottunk az NB1-be, szóval mindig lesznek olyan emberek, hogy bármit csinálsz, ö ö ö ö próbálnak visszahúzni, vagy ilyen negatív dolgokat mondani, és ezért jó, hogy ez a Dominik is, és még más játékosnál is megvan, a más emberné, akik sikeresek, megvannak ezek a dolgok, hogy ő kiment, és bizonyítja azoknak az embereknek, akik negatív dolgot mondtak róla, befogja a szájukat, hogy igen, én most játszok, kezdő vagyok a Liverpoolba, gólpaszt tudok adni, gól tudok rúgni, népszerű. Én örülök ezeknek a, a dolgoknak, akik bizonyítják azt, hogy már pedig nem azoknak az embereknek volt igaz, akik hát elásták mondjuk már előre, úgyhogy szurkolok minden olyan, nem csak sportolónak, hanem embernek, hogy akik így bizonyítanak és nem adják föl. A statisztikáját nagyon érdemes megnézni a Dominiknak, nem tudom, hogy ezt tudtad de hogy az elmúlt öt meccsen, és az ugye a litvániai 2-2-ig lehet visszavezetni, öt meccsen öt gól, három gól passz. Itt tart ő, most a legutóbbi mérkőzéseken, és illetve ugye a válogatott is 14 meccses veretlenségi szériában van. fellegekben járhatnak a magyar szurkolók. Igen, nagyon magasra tették tényleg ezt a lécet a, a, a játékosok, az egész. Tehát ennek a sikernek mindenki a részese, aki ezért dolgozik. Tehát nem csak a játékosok, nyilván a játékosok vannak a reflektorfényben, meg a szövetségkapitány, de mindenkinek megvan a saját kis szelet a tortából. Ez biztos, hogy ez csak ilyen team működik, és az a tím is jól ki van választva, és szerintem tudatosan lett kiválasztva. Tehát ez egy nagyon jó működő gépezet. Én bízom benne, hogy ez nagyon sokáig ki fog ezt tartani, vagy, vagy stabilan meg tud maradni, mert azért emlékszem arra, hogy amikor az albánoktól kikaptunk kétszer, a, hú, tehát, hogy azt is reálisan kellett volna kezelni azt a helyzetet, és nagyon sokan akkor a válogatott ellen mondták, hogy citták őket. Lehet, csak feltételezés, de lehet, hogy az a két vereség. Nagy szerepe van abba, hogy most így szerepel a válogatott. Mert az a két vereség kellett ahhoz, hogy kiváltson egy olyat, vagy tanuljanak egy olyat abból a két vereségből, ami azt eredményezte, hogy most tizen. Igen, a újra gondolták. Tizenhárom vagy tizennégy meccs, vagy vagyunk veretlenek. Most, most néztem meg, hogy Kolumbia mit játszott, ők ugye nyertek, úgyhogy jelenleg még Kolumbia az első, de még az is lehet, hogy egyszer kikapnak, úgyhogy mi leszünk a világ leghosszabb veretlenségi sorozatával rendelkező válogatott. Ez, ez egy nagyszerű. Tehát, hogy erről beszélgethettünk, hogy hogyha nyersz, három meccset nehéz nyerni zsinórba. Tehát, hogy a 14-et, az már az nem. Ha három se véletlen, de a 14 ez ezt nagyon-nagyon meg kell becsülni, és, és tényleg most, aki hallgatja ezt a beszélgetést, és ha. Mert nem lesz ez mindig így. Lesz egy gödör. Tehát, még a legjobb csapatoknál, tehát a világbajnok csapatnak is van gödör. Szóval nekünk is lesz, hogy akkor nem szabad a válogatottat szídni, akkor is mellettük kell lenni. Sőt, amikor eljön egy csapat életébe, vagy egy játékos életébe a gödör, pont akkor kell segítő kezet nyújtani, mert az nagyon sokat tud segíteni. Például, amikor van egy csapat és játszik, én játékosként és edzőként is megértem, hogy milyen volt az, amikor hátrányban voltunk, és elkezdett fütyülni a közönség, mert nem tetszett neki az eredmény, vagy elkezdett fütyülni azért a közönség, mert nem tetszett neki a játék. Vagy milyen volt az, amikor nem tetszett a játék, vagy hátrányban voltál, és elkezdtek szurkolni, hogy gyerünk. Olyan erőt tud adni, de nagyon-nagyon de sokat, tehát, hogy ez csak azt tudja, hogy ott benn van a pályán, és ezt átélte. Nem véletlenül mondják azt, hogy a szurkoló tábor a 12. játékos, mert nagyon-nagyon sokat tud segíteni, is, meg nyilván, hogy ha azért ha elkezd egy szurkoló tábor fújolni, meg fütyülni, azt hallják benne a játékosok, és nagyon, hát mindent meghallasz. Meghall, főleg, a sok ember van, azt még jobban meghallol. Úgyhogy én bízom benne, hogy azért látszik, hogy ez a szurkó tábor is mennyire ott van a, a csapat, mennyire együtt vannak, hogy, hogy ez, ez maradjon, meg ha kívánhatnám én, akkor azt kívánom, hogy örökre maradjon ez így. Hát igen, ez szép lenne. Tegyük egy kicsit keretes szerkezetbe az adást, ugye arról beszéltünk, hogy így veled mi újságban és azokra a játékosokról, akik voltak a játékosaid, ugye klubcsapatban, Izrael, illetve Bírország lesz még a következő ellenfelünk. Mit várt ezeken a meccseken, és, és esetleg a keletre vonatkozóan van még -e olyan játékos, aki volt játékos, és szívesen látnád a válogatottban egy próba erejéig, hogy... mert ugye nyilván ezek a mérkőzések erre szolgálnak. Hát én bízom benne, hogy, hogy sikeresek leszünk a következő mérkőzéseken is. Nyilván hát magyarok vagyunk, mit várunk? Tehát jön egy válogatott meccs, azt várjuk, hogy, hogy nyerjünk, és jó lenne még több rekordot csinálni. Most az argentina is olyan bosszus volt, hogy nem tudom hány meccse voltak veretlenek, és akkor Milyen? pont a vb nek az első meccsen, ami nem is egy magasan jegyzett csapat volt, és akkor kaptak ki és utána hát nyilván megnyerték a világbajnokságot, hogy volt nem tudom hány meccs, hát mekkora rekordot csináltak volna. Hát remélem, hogy nekünk sikerül, hogy majd mi leszünk az elsők, hogy ilyen így is történelmet írtak ez a, ez a csapat, de remélem, hogy lesz ez még feljebb is. Tehát én próbálom pozitívan látni ezt az egészet. Aztán, hogy kit lehetne meghívni, én pont gondoltam most, a, ezelőtt a két válogatott meccset, hogy remélem, hogy meghívják a kis vancsazalánt, mert hogy megérdemli, követem a, a pályafutását, és remélem, hogy ott lesz a, az EB keretbe is. E, idővel, amikor ha nem törik meg a fejlődése, és így fejlődik tovább, és egy kezdőjátékos tud lenni majd a válogatottba, mert nagyon-nagyon jövőt -nagyon jósolnak neki hogy azt megnézném, hogy a Sallai és a, a, Vancsi a Vancsia szélén, és a Dominikat visszavonva a középpályára. Ez erősen. Nagyon, nagyon. Ö, arra leszek kíváncsi, hogyha remélem megtalálunk majd egy olyan játékos, hogyha a Varga már nem lesz, meg az Ádám Martin nem lesz, hogy a center pozícióba, mondjuk jelentkezzen három olyan magyar center, amelyik, hogy egymással, tehát hogy rossznak legyen egy olyan helyzete a center pozícióba, mint például most jelen helyzetben a kapus poszton, hogy hát vakarja a fejét, hogy a két jó közül melyiket ki, jó lenne, hogy a centerbe is így járnánk. Meglátjuk azt, hogy most kit lehetne még meghívni, hogy kinyújt olyan teljesítményt, hát azért nehéz. Tehát, hogy a magyar bajnokságból ilyen kiemelkedés. Hát most például nem is tudom, az elmúlt éveknek a legkevesebb NB1-es beválogatott játékosokat nézzük, hogyha az NB1-ből öt játékos hívott be rossz, tehát ilyen kevés nem is volt az elmúlt években. Hát most eleve az a játékos, aki a magyar NB1-ből kiemelkedik, azt el fogják vinni külföldre. Tehát ezek a játékosok régebben az MB 1 Igen, csak ugye emlékszel csak most... rá, tíz évvel ezelőtt meg MB 1 válogatott volt, amikor Pintér Attila volt a kapitány. Igen, mert valószínűleg a külföldön se volt annyi magyar játékos, tehát hogy nem tudott válogatni, mert a, most a legjobbakat kivitték, tehát egymás Igen. után mennek ki a jók, és azért jelen pillanatban azt gondolom, hogy lehet válogatni, tehát ez a keret nagyon jó. Tehát a, 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 amelyik most van szerintem, de azért o, oda kell ülni, ahhoz stabil, e, meghatározó teljesítménynek kell lenni, és nem két hónapon keresztül, meg nem fél éven keresztül, hanem hosszú időn keresztül hoznod kell a csapatodba, meg a válogatodba is, ha meghívnak azt a, a teljesítményt, és ez egy nem könnyű feladat. Jelen pillanatban én most nem tudok. Vagy nem jut eszembe olyan játékos, akire így így bátran azt tudnám mondani, hogy hát szerintem őt érdemes lenne e, megnézni. Ez most így jó van, aztán majd reméljük, hogy a magyar bajnokságban is lesz egyre több olyan játékos, aki a teljesítményével föl tudja majd hívni a szövetség kapitány figyelmét, mert ezt csinálta az Ádám Martin, amikor rekordot döntött, hogy nem tudom hány év után rúgott 31 gólt, úgy hiszem 32 meccsen az mb 1 be és még kihagyott 11-est. Vagy a Varga Barni, aki évekkel ezelőtt még az osztrák harmadosztályba játszott, nem is értem, hogy hogy nem fedezték föl, sőt, amikor elvitték az első kerethez, abba abban a csapatban, én is játszottam három évet, hogy igazából ott volt kezdőjátékos, és hogy ezt nem tudták Magyarországon előbb mert én tudtam, hogy jó játékos. Amikor ott voltam Pakson edző, nyilván előtte Zalaegerszegen voltam, és láttam, hogy játszottunk a gyirmót ellen, meg amúgy is követtem a mérkőzéseket, láttam, hogy egy nagyon jó játékosról van szó, de amikor az ember nap mint nap látja edzésen, akkor sokkal jobb volt, mint amit a tévében láttam. Tehát ő kimondotta jó játékos, és most fedezik fel, nem tudom, 29 évesen, vagy 28-29 évesen fedezik fel a Magyar mp 1 be amikor lehet, hogy ezt a játékost, ha fölfedezték volna 23 évesen, akkor sokkal, de sokkal nagyobb karriert befutott volna, de aztán ki tudja, lehet, hogy 23 évesen a Barni nem volt azon a szinten, és akkor fejlődött mondjuk, hogy később ért meg. Nem, nem tudhatom ezt, ezt lehet, hogy ő tudná ezt elmondani, de az biztos, hogy, hogy nagyon szuper teljesítménye van, úgyhogy meg a válogatottunk is szuper, úgyhogy szurkolok nekik nagyon a, az rb és a bízom benne, hogy, hogy megint egy olyan lesz, mint ami volt, hogy emlékszem Kaposváron, csak azért bementem a, a, városba, mert láttam, hogy mindenki válogatott mezbe, mindenki piros-fehérbe, tele volt ott a sétáló utcán, Kaposáron van egy ilyen sétáló utca, tele bárok, éttermek, stb. És mindenhol volt egy óriási kivetítő, vagy egy hatalmas LCD TV. 16, ugye? Igen. És tele voltak a ilyen pubok, éttermek És látni azt az óriási tömeget, ahogy együtt kiabálnak, hogy hajrá, magyarok. Tehát hogy tényleg olyan érzésed volt, mintha ott lennék innen a stadionban. Most utoljára voltam a fiammal, és legfőképpen pont a fiam miatt ö, voltunk a franciák elleni meccsen és láttam a, a, gyereken, hogy ez egy mekkora élmény volt, de nem csak a gyereknek, nekem is, mert amikor a fiola berúgta a, a gólt, hát a, a fiammal fölugrott a fiam a nyakamba, és együtt ugráltunk ott a leláton, hogy tényleg belőlem is egy olyat váltott ki, hogy annyira örültem a magyar gólnak, hogy elkezdtem a fiammal ilyen önfeletten örülni, De lett legfőképpen a fiamnak az arcán, amit a, a srác megért, mert hát persze most mindenkinek a saját gyereke a legfontosabb, meg a saját boldogsága a gyereknek. Örülök, hogy ilyenbe is hozzá tudott ilyen élményhez is segíteni, ami válogatottunk, amit nem csak én szeretek, hanem rengeteg ember más is. Igen, ezt nagyon jó hallani tőled is, hogy ez gyakorlatilag ugy, ugyanúgy szurkolóként éled meg ezeket a meccseket, ahogy, ahogy mi is adott esetben újságíróként, úgyhogy ez tök Pedig jó ez volt ritka. Tehát, hogy, hogy én szurkolok, a saját maga módján, otthon leülök a tévé elé, vagy kimegyek személyesen a meccsre, leülök, próbálom nézni szakmai szemmel, meg... De a akkor nehéz ilyen De vannak olyan pillanatok, amikor... Ilyet vált ki az emberből a gól, mert az sok válogatott meccsem voltam, de nem ugrándoztam föl mindegyik gólnál, hanem ültem a helyemen és örültem, hogy na ez az, gólt szereztünk. De akkor az egy olyan pillanat volt, egy olyat váltott ki az a, az a gól, hogy egyszerűen az érzelmek előjöttek, és átmentem abba. 15-20 másodpercben szurkolóvá teljesen, és a fiammal közösen örültünk. Valószínű, ha a fiam nincs ott azon a mérkőzésen, hanem egyedül vagyok, akkor fölálltam volna és tapsolok, de nem kezdtem volna. De az, ez egy ilyen, szerintem egy ilyen életre szóló élmény volt, hogy a, az én 9 éves fiam beleugrik a nyakamba, és együtt örülünk a magyar gólnak. Nagyon szép végszó volt. Köszönöm szépen, volt hogy Köszönöm. Én köszönöm. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Na remélem, hogy jó volt. Jó volt, szerintem olyan emberi volt. Hát ahova megyek, mindenki ezt mondja. Ö, vége, vége, köszi. Mindenki ezt mondja, hogy Robi ez olyan emberi. Igen. Hát, hogy én csak magamat hát. adom, tehát hogy tényleg.